Távcsövükben ellenőrzik a lövészek, hogy töltényük célba talált-e. Ők sportpuska 20 lövéses versenyszámban mérik össze tudásukat a 60-i Vasutas Lövészklub szervezésében megrendezett Balázs Béla emlékversenyen. Előző klubelnökük tiszteletére nevezték át az 5 éve minden évben megtartott versenyt, amelyre Domoszlóról, Abcról és Petőfi bányáról is érkeztek versenyzők. Serdülőknél légfegyveres, míg junior, ifjúsági és felnőtt korcsoportban sportpuska versenyszámban mérkőztek meg a versenyen. A sportpuska 20 lövéses versenyszám az 50 méter, a 10-es körnek a mérete az körülbelül olyan 4 mm átmérőt jelent. A legjobb lövőink itt, akik vannak, azok képesek mind a 20 lövést ebbe a 10-es pontba belelőni. Tehát 4 mm-es szórásképpen lőni. Skáfár Bence junior korcsoportban indult, habár a verseny elején nem érezte erősnek lövéseit, végül első helyen zárt csoportjában. Véleménye szerint a jó eredmény a helyes technikán múlik. Sok rutint igényel, sokat kell lőni, és ott kell lenni fejbe azért. Nem szabad kapkodni, nem szabad elsietni. Fontos a légzés, az elsütés és a rendes befekvés a fekvő pozícióknál. Egyéni és csoportversenyekben is célba lőttek a versenyzők. A csapatokban a szabály szerint egy fő női versenyzőnek is indulnia kellett. A csapatoknak járó vándorserleget idén a Petőfi bányai Petőfi Sándor Lövészklub A csoportja vitte el.